Karácsonykor az ünnep egyik fénypontja a közös vacsora vagy ebéd. Ilyenkor összegyűlik a család apraja nagyja az asztal körül. Hazánkban az ünnepi asztal elengedhetetlen kelléke szenteste a halászlé. De miért is ezt tesszük ilyenkor? A népi hiedelem szerint a hal haladásra, fejlődésre készteti az asztal körül ülő családot, a pikkelyei anyagi bőséget ígérnek a következő évre. De van, aki eltér a hagyománytól és újít az ünnepi menün, halászlé helyett lazacot tesz az asztalra. Ennek elkészítéséhez adott tanácsot Mohai Dávid séf. Meg lehet roston sütni a lazacot, kakukkfűvel, fokhagymával, vajdarabokkal. Karácsonyi levesgyanánt különlegességnek számít a bordleves is, amit könnyű elkészíteni, és fénypontja lehet az ünnepi menünek. Ezt úgy kell képzelni, mint egy forralt bort, csak be van sűrítve egy pici keményítővel. Tejszínnel, tojássárgájával, krémes állagúvá tehető a leves, amit aztán egy frappáns levesbetéttel megbolondítva igazi karácsonyi ínyentséggé varázsolhatunk. És lehet hozzá egy borhabot is éppen díszítésnek, vagy mint feltétnek, vagy még belebetétnek esetleg egy karamellizált szőlőszemet. Sokan évről évre ugyanazokat az ételeket készítik az ünnepre, és olyan finomságok, különlegességek is kerülnek az asztalra, amik máskor ritkaságnak számítanak, mint például a libamáj. A hagyományos karácsonyi ételek egy része a néphiedelmekhez kapcsolódik. Régen egyébként az ünnepi asztalt nem bontották le, hogy a maradék ételekből az angyalkák is falatozhassanak.